Egyre több családban jelentkezik megoldandó feladatként, olykor problémaként az, hogy az iskoláskorú, de még felügyeletet igénylő gyermeket kire bízzák a nyári szünet ideje alatt. A két és fél hónap soknak tűnhet, de van lehetőség, megfizethető megoldás, ez a napközi. Nevezik manapság tábornak is, de a legtöbb esetben inkább reggeltől délutánig tartó tematikus programok sora várja a gyermekeket. Az elmúlt években megnőtt a tematikus táborok száma, a Pécsi Kulturális Központ is szervez ilyeneket. A mozdony füstköré épülő programokról kérdeztük Pavlovics Attillát. Van kisvasutas tábor is, és van vasútmodellező tábor is. Vasútmodellező tábort azt a volt szivárvány gyerekházban tartjuk, a kisvasutas tábor pedig hát fenn a mecseken, ugye? Nemrég volt egy egyeztetés ezzel kapcsolatosan, ott is várjuk a gyerekeket, jönnek, régen ugye úgy hívták, hogy úttörő vasút, vagy hát a vasutasok ilyen sapkában is kicsit, hogy is mondjam, a vasút Jelképeit magukra öltve tevékenykedtek. Most is ugyanez a lehetőség megvan, és várjuk őket is oda szeretettel. Azok, akik nem a technikai dolgok iránt érdeklődnek, választhatnak egy programfüzetből, vagy a már jól megszokott nyári lehetőségek közül. Most éppen az Apácai Művelődési Házban lesz a nyári napközis tábor a gyerekeknek, általános iskoláskorú gyerekekről van szó, 6 héten keresztül, amint vége az iskolának, június 20-ától egészen július végéig. Jöjjenek, várjuk őket, illetve a vakáció kiadványunkat, amit tízezer példányban jelentettünk meg, azt mind eljuttattuk iskolákba, kultúrás intézményekbe, még egészségügyi intézményekbe is, tehát van információ lehetőség. Nyár elején szoktunk csinálni egy úgynevezett családi napot, amely itt a téren szokott lenni, itt az apácai téren, és hát oda várjuk szintén szeretettel a családokat, kisgyerekeket, nagyobb gyerekeket, szülőket, mindenkinek fogunk tudni programot biztosítani. Kismotoros találkozót is szoktunk szervezni, itt az Agórán szintén, ami azt jelenti, hogy a kis motor, hogy játékmotor, hogy a gyerekek ezekkel a műanyag kis motorka, motorokkal jönnek, szépségverseny van, ügyességi verseny, és sok minden más, amit Crestotó például, amit, ami egy, valamilyen módon ezt a kis motoros találkozott. Ő reprezentálja. A napközi kiválasztása után persze felmerül a kérdés, hogy mennyit kell majd erre a családi kasszából kivenni. Pavlovics Attila elmondta, hogy a Pécsi Kulturális Központhoz köthető lehetőségek alapvetően a kispénzű emberek számára is elérhetőek. A szaknapközik azok általában ilyen 15 ezer forintnál kezdődnek, hete, heti árakról beszélünk, a mi szaknap az olyan 25-ig megy föl, attól függ, hogy milyen fajtáról beszélünk. Vannak a kiadványunkban olyan cégek, magánszemélyek, egyesületek, akik szerveznek programokat, hát bizony ott van kicsit drágább program is, mondjuk egy lovastábor az közel 50 ezer forintba kerül egy hétre, de nálunk a, tehát a nyári napközi az 600 forint per naponta a kulturális programra, ez azt jelenti, hogy az öt nap alatt ugye 3000 forint. Hétfőtől péntekig várjuk a gyerekeket, reggel 6-tól délután 5 óráig jöhetnek, a programok nyilvánvaló 8 óra körül kezdődnek, lesznek játszóházak, buborékház, buborék játszóházba elmegyünk, mecsekre, mandulásba, a kisvasutat, ahogy említettük már oda is, tehát sokféle lehetőség van uszodába, hogyha úgy alakul a történet a gyerek gyerekeknek biztos, hogy kellemes és tartalmas programokat tudunk szervezni. A részletekről tehát olvashatnak a Vakáció című kiadványban, vagy a Pécsi Kulturális Központ honlapján, vagy közösségi oldalán.